Most pedig megnézzük, hogyan kell görbéket rajzolni. Ezek a görbék általában vektoros objektumok, amelyek pontokból és a pontokat összekötő vonalakból állnak. Ezek a pontok, ezek töréspontok, amelyek irányvektorokkal rendelkeznek, amit itt ez a kör alakú szürke piros pöttyök jelképeznek. Hogyan tudunk ilyeneket rajzolni? Itt a festés menüsor alatt található a görbéket megalkotó pen tool. A pen toolra kattintunk, ezzel képpontokat tudunk lerakni, illetve ezeket összekötő vonalakat. Itt én ezen a minta fájlon fogom bemutatni, hogy ezek hogyan működnek. Ha ebből én ki szeretnék lépni, meg szeretnék szakítani egy-egy ilyen rajzolást, Escape gombbal ezt meg tudom tenni. Következőre kattintva tudom tovább folytatni a görbe rajzolását, Escape gombbal ezeket meg tudom szüntetni. Szintén erre kattintok, Escape gombot megnyomom. Láttam, hogy én amiket rajzoltam, ezek mind egyenes vonalak, én ezeket szeretném tudni valamilyen módon görbével alakítani, illetve jól látszik, hogy a képen ez itt megtörik, nem szép egyenes, ezt szeretném kiegyenesíteni. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Visszakattintva erre az eszközre, a Convert Point Tool segítségével tudjuk ezeket görbévé alakítani, megkapjuk a kívánt irányvektorokat, rákattintunk, nyomva tartjuk a balegér gombot, és addig húzzuk, ameddig meg nem jelennek ezek a kis illesztő irányvektorok. És megkaptuk ezeket a kis irányvektorokat, és szépen ráillesztjük a görbére. Így. Ha a képpontokat nem tudtuk rendesen letenni, vagy szeretnénk ezen módosítani, akkor ide visszakattintva erre a Direct Selection Tool-ra itt ezt el tudjuk mozgatni. A Direct Selection Tool adott képpontot választ ki, amelyiket szeretnénk, a Path Selection Tool pedig az egész görbét. És ennek segítségével az egész görbét fogjuk tudni elmozgatni. Úgy, ahogy van, elemenként. Csináljuk meg ennél a másik görbénél is. Tehát rámegyünk, Convert Point Tool, és a piros pont irányába húzunk egy irányvektort. Itt is a piros pont irányába húzzuk, és megkaptuk ezt a hullámos alakot. Itt szeretnénk egy kört csinálni. Húzunk egyet erre. Húzunk egyet erre, és látjuk, hogy csak egy félkörünk van. Ehhez még szeretnénk hozzátenni egy másik pontot, és itt egy kör alakú jelzés megjelenik a kis rajzolóeszközünk mellett. Ez jelenti azt, hogy bezáródik a körünk, és megkaptuk a teljes kört. Íme egy ilyen kijelölés, illetve ezen kijelölésnek az alkalmazása. Ha képpontokat szeretnénk kitörölni a már megrajzolt görbénkből, akkor a Pen Tool-ra rákattintunk, és ott az Add vagy Delete Enhole Point Tool-t választjuk ki. Az Add segítségével képpontot tudunk hozzáemelni, és a Delete segítségével képpontot tudunk elvenni ebből a képből. Íme a görberajzoló eszköz gyors használata. Egy kis rutin után amúgy könnyen elsajátítható, egy kis rutin után nagyon könnyen használható eszköz. Korábban ismertetett kijelölő eszközökkel szemben előnye, hogy szép, pontos, éles vágást lehet vele létrehozni. Nem lesznek törések benne, nem lesznek benne repedések. Az átmenetet is sokkal kellemesebben rá lehet adni az ilyen kivágások mellett. Nézzük meg, hogyan tudunk kivágni, vagy eltüntetni ennek a görbének a segítségével. Töröljük ki ezeket a képpontokat, amik nem kellnek, jelen esetben ezt a hullámvonalat, illetve ezt a hullámvonalat fogom eltüntetni, és most ezzel a körrel fogok dolgozni. Itt a mínusz gombon vagyunk, rákattintunk, és szépen letöröljük.
ezekre most nem lesz szükségünk, ezt is letöröljük, és ezzel a körrel fogunk dolgozni. Ahhoz, hogy ezt a kört vágójelként tudjuk használni, illetve kijelölésként tudjuk használni, itt a layer fülek mellett a puffs fűre kell kattintanunk, ott kapunk egy ilyen work puff nevű kis fület, hogyha van már egy korábban megrajzolt ilyen munkagörbénk. Kétszer rákattintunk erre, akkor ezt át is tudjuk nevezni, illetve el tudjuk menteni kívánt néven, hogy erre még szükségünk lesz. Most ezt nem mentjük, hanem ebből a görbéből egy vágó formát akarok létrehozni. Ezt úgy tudom megtenni, hogy erre a load path as selection kis fűrre, ahol egy ilyen szaggatott vonal jelzik ezt a kört, rákattintok, itt megjelenik egy kivágás. Ctrl-X-el el tudom tüntetni a képből, illetve jobb klikkel rákattintva ki tudom választani ezt a Convert Path to Extraction-t, egy kivágást a kívánt ábrából a görbe alapján. Ha ide rákattintok erre az elmozgatóra, akkor ezt a kivágást, amit kivágtam, ki is tudom venni a képből, és át tudom mozgatni egy másik helyre. Ha a kijelölésre kattintunk, illetve itt a path fülön belül a work path-ra, és annak is a vágó jelé alakítására, ide jobb gombbal belekattintva a fader fülön be tudjuk állítani, hogy ez a kivágás, ez éles legyen, avagy átmenetes, elmosódott. Ezt egy rádiusz érték megadásával tudjuk beállítani, nullától egészen magas rádiusz értékig, annak megfelelően, hogy mekkora ez a kijelölésünk. Ha adunk neki egy 5-ös rádiusz értéket, leokézzük, akkor 5 pixellel beljebb vágta el. Ha a fadernek egy nagyobb értéket akarunk megadni, mondjuk egy 15-ös rádiusz értéket, akkor jól látszik a képen, hogy a korábbi kijelöléshez képest 10 pixellel beljebb kerül kivágásra, és mindamellett átmenetessé is teszi. Köszönöm szépen, ez lett volna a kivágás.